Fontos, hogy az emberek elhunyt szeretteiktől méltóképpen búcsúzhassanak. Elsősorban ezért volt fontos, hogy felújítsák a Koroncói úti temető ravatalozóját Ménfőcsanakon. A temetések alkalmával, mikor az ismerőseimet temették, és ugye ezeken részt vettem, akkor láttam, hogy nem méltó körülmények között zajlik a búcsúztatás, szertartás, és úgy gondolom, hogy az ember szeretteinek szeretné megadni a végső búcsúztatót olyan módon, hogy méltó legyen az életéhez is, és ehhez próbáltam úgy hozzájárulni, hogy szorgalmaztam, hogy a temető fel legyen újítva, a temető ravatalozója fel legyen újítva. A ravatalozót belülről és kívülről is felújították, a hozzávezető utat pedig morvával szórták fel. A későbbiekben tervezik az út aszfaltozását is. Ez azért lényeges, mert az őszi-téli időben sokszor sár nehezíti meg a közlekedést a temetőben. A felújítást végző Györszol ZRT a temetőkertet is bővítette. Amit most meg tudtunk csinálni, egyrészt a ravatalozó épületének a teljes körű felújítása, illetve a temetőnek a bővítése. Tavaly bővítettük a nyugati oldalt, mert ugye annyira kevés volt már a sírhelynek való terület, hogy mindenféleképpen bővítenünk kellett, illetve a tőlem balra ravatalozó mögött látható területtel szintén az idén bővítettük a temetőnek a területét. Én azt gondolom, hogy ez a bővítés azért ez legalább egy minimum 10 évre fogja biztosítani azt a területet, amely szükséges a temetések elvégzéséhez. A Koroncói úti köztemető novembertől egészen március végéig reggel 7-től délután 5-ig tart nyitva.